egy újabb kiállítás nyílik a Rögpalotában. Ezúttal nem is olyan messziről érkezik a kiállító. Ki ő pontosan? Balogh Csabának hívják, kortárs művészről van szó. Tulajdonképpen évek óta jelentkezik a Szegedi Nyári Tárlaton és a Táblakép Biennálékon. Én évek óta, vagy évtizedek óta ismerem őt is, és a művészetét is. Egy nagyon erőteljesen konceptuális alkotó, és hát ez volt az egyik oka a választásunknak, hiszen az utóbbi időben, de azt gondolom, ez most már évek óta megfigyelhető tendencia a Regionális Összművészeti Központban, hogy mi nagyon széles repertoárból próbálunk meríteni, tehát akár klasszikus avantgárd, de még annál is korábbi alkotók, tehát klasszikus nagymestereket is hozunk, grafikai kiállításokat, festészeti, plasztikai kiállításokat, a figuratív és a nonfiguratív festészeten vagy művészeten belül is különböző irányzatok jelennek meg. Az ő művészete viszont egy nagyon-nagyon egységes művészet. Azt gondolom, hogy a kortárs magyar művészetben is, ha nem is kivétel, de kevesen vannak olyanok, akik évtizedeken keresztül makacsul az egyik alkotása a másikból következve, vagy az egyik ciklusa a másikból következve, szépen következetesen, mint egy épület építkezik. Voltak éppen itt körülbelül az elmúlt évtized munkáiból egyfajta erős válogatást látunk. A festményeken is, a grafikákon is, vagy az installációkon, hiszen vannak kisebb és nagyobb térbeli installációk, nagyon erőteljesen érezhető ez a konceptuális vonal, ami tulajdonképpen nem túl bonyolult ebben az értelemben, tehát nem kell megijednie a nézőknek ettől, hiszen az lesz a lényege, hogy a művész bevonná a nézőt is, a befogadót is. Ha nem is az alkotási folyamatban, hiszen ebben nem tudunk részt venni, de azért avval, hogy ilyen szélesre tárja az értelmezési lehetőségeket, voltak éppen a mi fejünkben, a mi tudásunk, a memóriánk, az előző élményeink, vagy a kortárs művészetről, vagy egyáltalán a művészetről való gondolataink óhatatlan beépülnek, és hát az értelmezést segíteni fogják, és hát sok esetben valóban bonyolult háttérinformációk is lehetnek. Tehát mondjuk a képek születésénél, hogyha az eredeti történeteket ismerjük, sokszor nem is gondolunk arra, hogy ez ebből indult el, és aztán ez hogyan alakult át, de én azt gondolom, hogy ettől függetlenül és egy nagyszerű szellemi kaland lehet ez a kiállítás. Egy válogatást láthatunk, a művész eddigi életében azért rengeteg alkotás született már, és hát gyakorlatilag egy folyamatos életműről beszélünk, bízunk benne, hogy még sokáig fog alkotni a művész úr. Hogyan kerültek ide a kiállított tárgyak? Mi volt a fő szempont? Így egymásból következnek ugyan, de hát azért mégis valamilyen szempontot kellett figyelembe venni. Így van, tehát gyakorlatilag az ezredforduló előtt készült alkotások, amelyek erősebben inkább festőiek, és tulajdonképpen azok még különböző narratívák alapján is értelmezhetőek. Neki azért voltak a 90-es években különböző konceptuális installációs kiállításai. Egyébként Szegeden is volt valamikor a 90-es évek végén, az akkor még a régi ifjúsági háznak volt galériája, és akkor volt egy EU nevezetű projektje, ahol Európai Uniós kulcstartók voltak a farba befúrva, talán 100-nál is több, és ez volt a kiállítás. Tehát ő mindig is szerette azt a fajta egyszerűséget, amikor akár hétköznapi tárgyak is átavanzsálódnak. Tehát egy múzeumi környezetbe, vagy a művész gondolata, fantáziája által egy teljesen hétköznapi tárgy hogyan válhat a művészeti, vagy a művészeti diskurzus részévé. Számára azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont. És mi is ezeket az alkotásokat. Tehát amikor megegyeztünk abban, hogy miket hozunk le Szegedre, akkor tulajdonképpen a 90-es évekbeli narratív korábbi festményeket kihagytuk, bár egyébként jól kapcsolódnának pont ehhez a sorozathoz, ahol mi állunk ebben a térben, bár ezek friss alkotások, tehát ez egy visszacsatolás, de én azt gondolom, hogy ez már kifejezetten a szegedi kiállításra készült az előző hónapokban, de ami a gerincét alkotja a kiállításnak, az a különböző üvegpalettáiból, hiszen ő restaurátorként dolgozik, vagy restaurátorként is évtizedek óta. Ezek az üvegpalatták, ezek használati tárgyak számára, ezen keveri ki azokat a színeket, amelyben a klasszikus alkotásokat javítja, újra értelmezi, vagy megpróbálja újra
olyan állapotba, élvezhető, esztétikailag is élvezhető állapotba hozni, és aztán nem dobálta el ezeket a kisebb üvegpalettákat, hanem ezekből az üvegpalettákból elkezdett építkezni. Van, amelyik egy négyzetméteres, van, amelyik két négyzetméteres felület, van, ami sorozattá állt össze, és hát ebben az új értelmezésben egy teljesen új mű született. Holott egyébként a kódjaikban akár ott van egy-egy Színyei Mersepál kép, egy-egy Réti István vagy egy-egy Abanovák képnek a javítás általi színkód. Mekkora területen található a kiállítás? Egy szint, így is gondoltuk, hogy egy szintesre próbáljuk, tehát mivel a Rögpalota elég jól struktúrálható a kisebb és nagyobb terek következtében, mindegyik térre megpróbáltunk olyan egységet hozni, amely ahhoz a térhez illeszkedik, és ezeket ilyen láncszemszerűen próbáltuk egybe kapcsolni, tehát szinte minden teremben van már egy olyan alkotás, ami a következő teremben lévő egyébként már más stílusú vagy más gondolatot fölelevenítő alkotáshoz mégiscsak kapcsolódik. Mettől meddig tekinthető meg a tárlat? Pénteken lesz a megnyitó, szombattól látogatható a kiállítás, és ez átfut a jövő évbe, tehát egészen 2019. januárjáig látható a kiállítás.